A sírhelyek gondozása az elhunytak iránti kötődés kifejezése. Ez egy olyan feladat, amelyet szeretteink emlékére hosszú éveken át elvégzünk. Férje. Igen. Mikor tetszett eltemetni? Ha rám is. Ja, hú, hát az nem most volt. 43 éve. De milyen szépen van gondozva? Hát igen. Minden szentek ünnepén százával érkeznek a temetőkbe az itt nyugvók hozzátartozói, sokszor akár az ország más pontjairól is. Az ünnep előtti hetekben a temető működtetői gondoskodtak a kerti és karbantartási munkálatok elvégzéséről, és rendbe tették az elhanyagolt sírhelyeket is. Szombattól hétfőig hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat, reggel 6-tól este 9-ig. A sírhelyek megváltására is lehetőséget biztosítanak. Minden szentekkor és halottak napján este 8 óráig meghosszabbított ügyeleti idővel várom a hozzátartozókat a sírhely megváltásokkal kapcsolatban. Tehát a 25 évvel ezelőtt megváltott koporsós temetések sírhelyei ebben az évben járnak le, és 10 évvel ezelőtt megváltott urna helyek megváltás ideje is ebben az évben jár le. Türelmi idő lejárta után a sírhelyek felszámolásra kerülnek, mert sajnos ugye a nagyatádi központi temetőben is ugye hát már csak rátemetéses temetésre van lehetőség, mert ugye a temető sajnos betelt. A kirendeltségi vezető hozzátette, a koronavírus járványra való tekintettel a temető látogatóinak ajánlott a maszkviselés és a védőtávolság tartása, hiszen várhatóan nagy lesz a tömeg a hétvégén. A temető közbiztonságáról rendőrök és polgárőrök gondoskodnak járőrözéssel. A katolikus egyház tanítása szerint minden szentek az üdvözült lelkek ünnepe. Ezeken a napokon különösen fontossá válik az elhunytak és az evilágiak közti kapcsolat. Minden szentek és halottak napja ünnepein az egyház három dimenziója mutatkozik meg a küzdő, azaz a földön élő keresztények, a megdicsőült egyház, a mennyben lévők, őket ünnepeljük minden szentek ünnepén, illetve a szenvedő egyház, azaz a tisztító tűzben szenvedő lelkekre emlékezünk halottak napján. Imádsággal, a ilyenkor szokásos temető látogatással készülhetünk, teljes búcsú is nyerhető a tisztító tűzben szenvedő lelkek javára, amit idén a járványhelyzetre való tekintettel az apostoli szentszék nem korlátozott ezekre az ünnepekre, hanem egész november hónapra kiterjeszti. Vagyis aki áhítatos lélekkel temetőt látogat és az elhunytakért imádkozik, az az eltávozott szeretei számára teljes búcsút nyerhet. A plébános kint lesz az ünnepnapon. Vasárnap minden szentek ünnepén délután 3 órától közös imádságot tartunk itt a temető kápolnájában, ezt követően pedig szívesen megáldom az újonnan állított síremlékeket, nem is kell előre bejelentkezni. Halottak napján nem csak a katolikus hívek mennek ki a temetőbe, a reformátusok is felkeresik ilyenkor elhújt hozzátartozóik sírhelyeit. Lukács evangéliuma 20. fejezetének 38. verséből így szól hozzánk Isten igéje: az Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké, mert az ő számára mindenki él. Akik a temetőben fekszenek, elkísértük utolsó útjukra őket, az Isten számára ők is élnek. Jézus Krisztus őket is fel fogja támasztani a ma utolsó napon. A nagyatádi református közösség új lelkipásztora elmondta, a halottak napja fordulópontot jelent az egyházi évben. Ugyanakkor a minden szenteket nem ünneplik. Az egyházi év végeztével, ugye az egyházi év vége az kitekintés az örökké valóságra nevet viseli, vagy így is nevezhetjük. Ez tulajdonképpen valóban az eljövendő ígéretre, Isten ígéretére való kitekintés is. Az, hogy akik elhunytak, akiket a temetőben eltemettünk, ők nem haltak meg az Isten számára. Reformátusok, mi úgy határozzuk meg a szentet, hogy szent az, amit Isten szentnek mond, és szentnek határozott el. Így az egész gyülekezet, minden hívő is az Isten gyülekezete, és így szent és szenté tette őket az Isten, és nem az egyház. Így aztán a minden szentek, ugye katolikus ünnep, minket ez nem érint. Annál fontosabb nap számukra minden szentek előestéje, október 31-e, ami a reformáció emléknapja.
A hétvége időjárása a jelenlegi előrejelzések szerint kedvező lesz a temetők felkeresésére.